Sziasztok! Ma egy olyan receptet fogtok látni, amit talán nem sokan készítettetek még el, egész egyszerűen olyan okból kifolyólag, hogy az avokádó az nem a legnépszerűbb zöldségek egyike. Őszintén szóval én is nagyon használtam még, úgyhogy ez számomra is egy újdonság lesz, de ismertek, én szeretek kísérletezni élő egyenesben. Kezdjünk is neki, nem lesz nagy történet. Azt látjátok, hogy relatíve kevés hozzávalóból elkészíthető, ez itt kb. 400 g csirkemellfilé, só, bors, egy leveskocka, barátunk a kókuszsír, avokádó, köretnek kuszkusz lesz, meg aprítottunk egy kis fokhagymát is hozzá, hogy azért valami íze is legyen a dolognak. Kezdésként egy kicsit megsózzuk a csirkeszeleteket, meg is borsozzuk. Hát a szokásos, tudjátok, a óvatosan megborsozzuk, de nem baj, mert én ilyenkor szoktam bele, most ilyen nagyon szép ilyen kompozíciónak össze van rakva, mert ezt egy pillanat alatt tönkre teszem, ugyanis én így szoktam fűszerezni, akinek gyenge a lelke, az ne nézze, aki szakképzett szakács, az főleg ne nézze, mert lehet, hogy nem szép, ellenben baromi hatékony. Szépen bedörzsöljük, így minden oldala meg lesz. És így már rögtön nem olyan sok ez a bors rajta. Kókuszsírból túl sokra nem lesz szükség, ha nem haragszotok, én ezt nem mérem ki. Ugyanis annyi lesz a dolgunk, hogy ezeket a befűszerezett húszszeleteket most egy kicsit megpirítjuk. Hát aki nagyon nem rétázik és nagyon tojik mindenre, az lisztelve vonja még a húszszeleteket és úgy lehet megpirítani. Én nem használok lisztet, lehetőség szerint kerülöm, úgyhogy én nem fogok rá lisztet tenni. Na, belehelyezzük a csirkeszeleteket a fölforrósodott kókuszsírba. Igazából annyi, hogy megkaphatjuk mindkét oldalát, de aztán úgyis fedő alatt fogjuk párolni. Mind a két oldal nagyjából elkezdett megpirulni, most hát tényleg nincsen már dolgunk. Ráönteni. Hát egy kicsit így beloldottam ezt a leveskockát, majd még egy kis vizet valószínűleg öntök rá. Rátesszük a hagymát, és már is remédiálom magam, mert nem lesz is plusz vízre, ugyanis a csirke már még fog engedni, ez pont jó lesz, ez jó zár ez az erény. Önt rá az avokádó. Ebben szépen megpároljuk. Szerintem elég gyors, ezt tudjátok, a csirke az elég gyorsan elkészül. Avokádó meg az nem igényel túl sok időt, azt meg puhuljon. Köretnek bármit csinálhattok hozzá, aki nagyon diétázik, az ne is csinálja hozzám, ott van mellette az avokádó. Mi kuszkusz fogunk csinálni, egész egyszerűen azért, mert imádjuk azt, hogy 5 perc alatt elkészül. Tehát ebben a tekintetben olyan szinten veri meg a rizst, hogy az elmondhatatlan, legalábbis nálam. Nagyjából dupla mennyiségű víz, egy icipici só, nem variálunk bele sokat, ez hamar el fog készülni. Elkészült a csirkénk. Nagyon gyönyörűségesen néz ki. Az illata még jobb, elárul. Úgyhogy szépen az időközben elkészült kuszkusz mellé. Ki is emelünk egy-két szeretet. Aztán majd a avokádós szószból kanalazunk mellé. Ízlésesen, na még ez a kicsi odafér szerintem. Így. Én úgy gondolom, hogy ez hibátlan, sőt még egy kis levet ide a kuszkuszra is teszek, mert én úgy szeretem, hogy a csicsog. Láthatjátok, hogy bár nagyon extrának tűnik, mert hogy avokádó csirke, nem tekinthető egy bonyolult ételnek ez sem, össze kell dobni, amit van, kicsit megsütni, megpárolni és kész is van. Én ennek azonnal nekiülök, mert lábedzés után vagyok, ti is tegyétek ezt, jó étvágyat hozzá!